Huszadik fejezet. Napok, aztán hetek teltek el. Minden reggel ugyanúgy indult, mint az előző. Szédülve ébredtem, mintha egy percet sem aludtam volna. A szemem alatti karikák napról napra sötétettek. Reggelente nem nagyon beszélgettem anyuval sem, ami azért volt pocsék, mert más napszakokban nem igazán láttuk egymást. Őt elfoglalta a munkája is, Will, engem az iskola, Blake, és a távolságtartó zárkózott Damon, aki prédára leső sólyomként figyelt végig, amíg gyakoroltunk. Jeges hangulat ereszkedett közénk, és akárhányszor próbáltam a kapcsolatunkról beszélgetni vele, mindig gyorsan belén folytotta a szót. Fájt a szívem. Bár nem állította le a gyakorlást, és csak nagyon ritkán hagyott ki egy-egy alkalmat, továbbra is makacsul ellenezte az egészet. A kettesben töltött időnk nagy része azzal telt, hogy igyekezett meggyőzni róla, Blake rosszban sántikál. Valami alapvetően nincs rendben vele. Leszámítva a tényt, hogy hozzám hasonlóan hibrid. De aztán eltelt néhány hét, és a Védelmi Minisztérium nem rohanta le a házat. Én pedig betudtam az ellenkezést Damon jogos paranoiájának. Volt rá oka, hogy ne bízzon Blake-ben. Azok után, ami Dawsonnal és Bethanyvel történt, minden emberrel szemben bizalmatlan lehetett. Blake pedig mindent megtett, hogy jól kezelje Damont, ezt nem vitathattam el tőle. Nem sokan jártak volna vissza, főleg, hogy a képességeim terén még mindig sehol sem álltam. Damon pedig folyamatosan éreztette vele, nem látja szívesen. Blake türelmes volt és segítőkész, Damon pedig úgy viselkedett, mint egy dühös és fölösleges harmadik. Az iskola utáni gyakorlás a társasági életemet is elintézte. Mindenki tudta, hogy Blake-kel találkozgatok, és senki, még Dee sem sejtette, hogy ilyenkor Damon is jelen van. Dee maga az ideje legnagyobb részét Adamnél töltötte, úgyhogy fogalma sem volt, mikor jön, megy, vagy mit csinál éppen a bátyja. Így Carissa és Lessa is azt hitte, hogy járunk Blake-kel. Én meg feladtam, hogy meggyőzzem őket az ellenkezőjéről. Szívás volt, mert úgy gondolták, hogy annyira bele vagyok esve, hogy semmi más nem érdekel. Egyike lettem azoknak a csajoknak, akik számára véget ér az élet, ha bepasíznak. És még csak be sem pasíztam. Újra és újra megpróbáltak visszavezetni a való életbe, de mindegy volt, hogy Dee akart elrángatni egy bevásárló körútra, vagy Lessa hívott volna kajálni iskola után, vissza kellett utasítanom. Minden délutánom a képzésről szólt. Az olvasásra, a blogomra sem maradt időm. Azok a dolgaim, amelyek korábban kitöltötték a szabadidőmet, most a partvonalon túlra sodródtak. Minden alkalommal ugyanazt kérdeztem Blake-től kezdés előtt. Látott-e Arumot? Mindig nemmel felelt. Aztán Damon is megjelent, és a dolgok általában tébolyult fordulatot vettek. Blake igyekezett tanítani engem, ugyanakkor figyelmen kívül kellett hagynia a gyilkos szándékú földön kívülit, aki túl sok helyet foglalt el a szobában. Technikailag valahányszor a képességeinket használjuk, egy darabot küldünk ki magunkból, magyarázta. Például, ha fel akarok emelni valamit, azt egy részem egy nyúlványon csinálja. Ezért gyengít le az erőink alkalmazása. Ennek nem láttam semmi értelmét, de bólintottam. Damon csak a szemét forgatta. Fogalmat sincs, miről beszélek, igaz? Nevetett Blake. Nincs, mosolyogtam vissza. Na jó, akkor térjünk vissza a karokra. A vállamra tette a kezét, és akkor elkezdődött az őrület. Damon már fel is ugrott a kanapéról, és egy nanomásodperc alatt ott állt Blake előtt. Blake kénytelen volt hátralépni. Mélyen, türelmesen sóhajtottam, és az idegen szemébe néztem. Majd én segítek ebben Katie-nek. Mered Blake-re Damon fenyegetően. Persze, csak tessék a tiéd. Intett Blake, és a kanapé karfájára ült. Az bizony, vigyorodott el Damon. Viszketett a tenyerem. Nem vagyok a tiéd. Jelentettem ki, bár a lelkem mélyén szerettem volna, ha cáfolja a szavaimat. Mi lenne, ha nem szövegelnél folyton?
lépett mellém. És mi lenne, ha szétrúgnám a... Cica. A modorod határozottan nőietlen. Mögém helyezkedett, a vállamra tette a kezét. Igaz, ami igaz, az ő érintése sokkal elektromosabb volt, sokkal csábítóbb. Hozzám hajolt, az arca a hajamhoz ért. Ben rátapintott valamire. Amikor a képességeinket használjuk, vagyis a forráshoz nyúlunk, egy részünk valóban elér oda, mintha a fizikai testünk meghosszabbítása lenne. Ezt a magyarázatot pont annyira értettem, mint Blake-ét, de rábólintottam. Most képzeld el, hogy 100 meg 100 karod van. Úgy tettem. Egyszerre hindu istennőként láttam magam. Kuncognom kellett. Kéti, sóhajtott Blake. Bocs. Na most, gondolatban tedd a karokat átlátszóvá. Damon elhallgatott. Láthatod őket. Láthatod a könyveket is szanaszét, ugye? Tudom, hogy tudod, melyik hol van. Ha megszólalok, megtörik a koncentrációm, csak bólintottam. Jó, nagyon jó. Az ujjai megszorultak a vállamon. Most azt szeretném, ha a karjaidat fénnyé változtatnád. Átható, ragyogó fénnyé. Mint a tiéd? Igen. Mély lélegzetet vettem, és vékony fényszalaggá varázsoltam a fejemben a hindu karjaimat. Tényleg nevetséges volt. Látod? Kérdezte halkan Damon. Elhiszed? Nem válaszoltam azonnal. Erősen összpontosítottam, hogy elhiggyem, amit látok. A vakító fénykarok az enyémek. Ahogy Damon és Blake mondta, a lényem kiterjesztése mind. Elképzeltem, ahogy egyenként felszedik a széthagyott könyveket. Nyisd ki a szemed, kérte Blake. Felnéztem, mindenhol könyvek lebegtek. A dohányzóasztalra irányítottam, és ABC-rendbe raktam őket, anélkül, hogy egy újjal is hozzájuk nyúltam volna. Az öröm szinte fejbe kólintott. Végre. Boldogságomban majdnem elkezdtem ugrándozni és sikítozni. Damon elengedte a vállamat. A mosolyában keveredett a büszkeség, és még valami sokkal több, ami egyenesen a szívemig hatolt. És úgy sajgott, hogy félre kellett pillantanom. A tekintetem összeakadt Blake-ével, rám nevetett, és én viszonoztam. Sikerült. Megcsináltam. Megcsináltad. Helyeselt és felállt. Méghozzá nagyon is szépen. Remek munka volt. Megfordultam, hogy Damonnek is mondjak valamit, de csak a meleg húzatot éreztem. A hely, ahol egy perce állt, már üres volt. Nyílt és csukódott egy ajtó. Meglepetten visszafordultam Blake-hez. Hát ez gyors, ingatta a fejét. Én is az vagyok, de a fenébe is ennyire nem. Bólintottam, igyekeztem visszapislogni a könnyeimet. Egyszer csinálok valamit jól, és Damon akkor is lelép. Mennyire kicseszettő jellemző. Kéti, kérdezte Blake gyengéden, és megfogta a karomat. Minden rendben? Aha. Elhúzottam tőle, mélyeket lélegeztem. Blake követett a nappaliba. Akarsz beszélni róla? Kipréseltem magamból egy zavart nevetést. Nem. Talán jobb is így. Válaszolta Blake rövid hallgatás után. Igen. Karba tettem a kezem, a puszta akaraterőmmel próbáltam elapasztani a könnyeimet, a sírás nem old meg semmit. Blake bólintott. Ahogy látom, a Luxanek és az emberek kapcsolata nem életképes. És mielőtt azzal jönnél, hogy nincs köztetek semmi, úgy is tudom, hogy van. Látom, ahogy egymásra néztek. De nem fog működni. Ha a lélekemelő beszédnek szánta, hát ez sem működött. Blake felvette a legfelső könyvet, és végig simított a fénylő lila borítón. Jobb, ha elvágod a kötelékeket, vagy tegye meg ő, mielőtt valakinek baja esik. Baja? Kérdeztem, és összerándult a gyomrom. Blake komoran biccentett. Nézd más szemszögből. Mit csinálna, ha azt hinné, hogy a védelmisek rátszálltak? Az életét is kockára tenné, ugye?
És ha a minisztérium rájön, hogy te is mutáns vagy, azonnal tudni akarnák, ki tette. Legelőször ő rá gondolnának. Már majdnem tiltakoztam, hogy nem Damon volt, de csak gyanúba kevertem volna vele magam. Azon kívül a pokolba is igaza volt. Damon első számú gyanúsított. Lehuppantam a kanapéra, és masszírozni kezdtem a homlokomat. Nem akarom, hogy bárkinek is baja essen, feleltem végül. Egyikünk sem akarja, ült le mellém Blake. De az, hogy mi mit akarunk, csak ritkán számít, Katie. Másnap matekórán Damon megkucogtatta a tollával a hátamat. Ma nem megyek az edzésedre, jelentette be halkan. Csalódást töltött el, még ha Damon nem is volt túl segítőkész délutánonként, én őszintén hittem benne, hogy a könyveket miatta sikerült megmozdítanom. És igen, vártam, hogy találkozzunk, francba. Erőltetett könnyedséggel megvontam a vállamat. Rendben. Smaragdszín pillantása egy másodpercre az enyémbe fonódott, aztán lehajtotta a fejét, és firkálni kezdett a jegyzetfüzetébe. Úgy éreztem, ezzel véget vetett a párbeszédnek. Lassan, sóhajtva előre fordultam. Karissa egy összehajtogatott lapot dobott az asztalomra. Kíváncsian kibontottam. Miért vágsz szomorú képet? Jesszusom, ennyire látszik. Sietve lefirkantottam a választ. Csak fáradt vagyok. Szív az új szemüveged. Tényleg tetszett. Menő zebra mintás volt. Visszadobtam neki a levelet. Nem foglalkoztam a tanárral, alig ha látott el a teremben odáig, ahol mi ültünk. A Mikulás fiatalnak tűnt mellette. Nem sokára megkaptam a választ. Vigyorogva bontottam ki. Köszi. Lesz a üzeni, hogy Damon ma nagyon szexi. Egyetértek vele. Némán nevetve aláírtam. Damon mindig szexi. Kihajoltam a padból, hogy visszapasszoljam a papírt Karisszának, de egyszerre eltűnt az ujjaim közül. Bunkó. Eltátott szájjal, égő arccal megfordultam, és Damonre meredtem. Vigyorogva tartotta maga elé a papírt. Nem illik órán levelezni, mormolta. Add vissza, sziszegtem. Damon a fejét rázta, és én, na meg Karissa is lesz a legnagyobb rémületére, kibontotta a papírt. Szerettem volna meghalni, amikor ragyogó szeme végigszaladt az üzeneteken, és pontosan láttam, mikor ér az én soraimhoz, mert a szemöldöke magasba szökött. Elvigyorodott, a szájával vette le a tolláról a kupakot, aztán odaírt valamit a lap aljára. Nyögve leszájékra néztem. Leszának leesett az álla. Karissa pedig épp úgy elvörösödött, mint én. Jó ég! Meddig irogat még? Végre befejezte, visszahajtogatta a papírt, és a kezembe nyomta. Tessék, cica! Utállak. Megfordultam éppen idejében, mert a tanár járkálni kezdett. Amikor visszaért a táblához, magam elé tettem az átkozott levelet, óvatosan, mintha bomba volna, lassan, vigyázva kinyitottam, és egy kicsit még jobban meghaltam. Ez a papír soha, de soha nem láthat újra napvilágot. Visszahajtogattam, és merev mozdulatokkal a táskámba gyűrtem. Az egész testem lángolt. Damon halkan nevetett mögöttem. Néhány napig kettesben dolgoztunk Blake-kel. Damon fenyegető jelenléte nélkül, nem meglepő, a dolgok sokkal simábban mentek. Blake segítségével eljutottam az apró tárgyak rövid megmozgatásától, odáig, hogy egyetlen gondolattal átrendeztem a nappalit. Akárhányszor sikert éltem el, Blake látványosan örvendezett, és én is igyekeztem osztozni az örömében, hiszen ez valóban jó volt, de minden örömbe belevegyült egy cseppnyi üröm is. Szerettem volna megosztani a sikereimet Damonnal, aki nem volt ott. Blake végül felsőbb osztályba léptetett, és azt próbálta megtanítani nekem, hogyan tartsam kontroll alatt a nagyobb erőket. A gyakorlat rémes próbahiba módszerrel ment,
amikor először kísérleteztem a tűzzel, szerintem másodfokú égéseket szereztem az ujjaimra. Fehér gyertyákat rakott elém, és arra kért, hogy koncentrációval gyújtsam meg mindet egyszerre. Először még hozzájuk érhettem, és miután órákig bámultam őket, és hangosan korgott a gyomrom, az egyik valóban fellobbant, amikor magam elé képzeltem a lángot, és elég erősen tudtam összpontosítani rá. Ezek után már nem is érhettem a gyertyákhoz, puszta ránézéssel kellett tüzet csiholnom a kanócon. Blake csak ellegyezett felettük a kezével, és mind kigyulladt. Könnyű és egyszerű. Mosolygott, majd újra intett, mire a lángok kialudtak. Ezt hogy csináltad? Hogyan oltottad ki őket? Képesek erre a luxenek? Csak azt irányítják, ami valamilyen módon a fényhez kötődik, igaz? A dolgok elmozdítása, megállítása, meg a tűz is mind az ő szakterületük. Annyi elektromosságot tudnak összegyűjteni, ami egy zivatarhoz is elegendő. Bólintottam, mert eszembe jutott a vihar, amely Mr. Garrisonnal együtt várta a tóról visszatérő démont. És az egész lényege, hogy a levegő atomjait megmozgassák. Szóval igen, szelet is tudnak kavarni. Mi egyszerűen erősebbek vagyunk náluk. Mindig ezt mondod, de nem értem, mitől volna így. Blake vállat vont. Nekik egyféle DNS-ük van, ha egyáltalán, tette hozzá elgondolkodva. De az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy van nekik. Nekünk két különböző, mint a két világ eszenciája. Ez nem volt éppen tudományos. Minden esetre próbálkozz csak, lökött meg a térdével. Pontosan ugyanazt próbáltam, mint amikor fogtam a gyertyát, de valami nagyon rosszul sült el, az ujjaim hegye lángba borult. Szent szar! Blake felugrott és magával rángatott a konyhába, mire a hideg víz alá tartottam a kezemet, teljesen ledöbbentem. Még sosem hallottam káromkodni. Kéti, azt kértem, hogy a gyertyát gyújtsd meg, ne a saját francos ujjaidat, ez nem lehet annyira nehéz. Jézusom! Bocs, nyögtem ki. A bőröm csúf rózsaszínre változott, majd kivörösödött. Másodpercek múlva már meg is jelentek a hólyagok. Lehet, hogy nem vagy képes irányítani vagy meggyújtani a tüzet, magyarázta, miközben óvatosan egy konyharuhába tekerte a kezemet. Mert ha képes lennél rá, nem égetett volna meg. Akkor a részed volna. De ez igazi tűz volt. Lüktetett a kezem, mérgesen néztem rá. Na várj csak. Lehet, hogy nem fogok tudni a tűzzel bánni, és mégis hagytad, hogy kipróbáljam? Különben hogyan fedezhetnénk fel a határaidat? Mi a fene van? Dühösen kitéptem a kezemet a kezéből. Ez nem jó játék, Blake. Mi lesz a következő? Állítsak meg egy mozgókocsit úgy, hogy elé állok? De hoppá, ha mégsem megy, akkor meghalok? Azt meg kell tudnod csinálni, felelte Blake rosszallón. Legalábbis remélem. Felfordult tőle a gyomrom. Visszatértem a gyertyákhoz. Bizonyítani akartam saját magamnak is. Újra és újra próbálkoztam, de hiába. Nem bírtam meggyújtani őket, ha nem értem hozzájuk. Másnap reggel rögtönöznöm kellett egy jó magyarázatot anyu számára. Valami hülyeséget mondtam, hogy rátenyereltem a bekapcsolt főzőlapra, de elhitte. És még pár szem enyhe fájdalomcsillapítót is adott. Délután Blake bevallotta, hogy képtelen meggyógyítani az embereket. Rákérdeztem, hogyan és mikor jött erre rá, de nem volt alkalma válaszolni. Megéreztem a tarkómon a meleg bizsergést, és pár pillanat múlva meghallottam a kopogást is. Démon az, jelentettem ki. Hurrá! Válaszolta Blake. Annyi megjátszott lelkesedéssel, hogy attól színésznek is mehetett volna. Nem foglalkoztam vele, az ajtóhoz siettem. Szia! Levegőért kellett kapnom, mert elöntött a szédítő forróság, amikor megláttam. Minden alkalommal elcsodálkoztam, milyen ragyogó jelenség Démon valójában. Jöttél segíteni? A pillantása beköltözött kezemre esett és bólintott. Aha,
Hol van Bilbo? Blake, javítottam ki, a nappaliban. Damon becsukta maga mögött az ajtót. A kezed. Délelőtt az iskolában már kérdezte, de kitértem a válasz elől, mert egyáltalán nem gondoltam, hogy jó szemmel nézni a történteket. Arra viszont semmi szükség nem volt, hogy kivégezze Blake-et az én ügyetlenségem miatt. Tegnap este megégettem a tűzhelyen. Feleltem válvonogatva és lenéztem. Kék farmere alól kikandikált fekete bakancsának az orra. Hát ez... ügyetlenség? Sóhajtottam. Igen. Elég nagy ügyetlenség, Kett. Talán jobb lenne távol maradnod attól a tűzhelytől egy darabig. Kilépett mellettem, a nappali felé indult. Követtem, mert tudtam, nem hagyhatom kettesben őket egy percre sem. Blake lagymatag intéssel üdvözölte. Jó, hogy újra itt vagy. Damon vigyorogva lehuppant mellé a kanapéra, és támlára fektette a karját, hogy Blake számára minél kevesebb hely maradjon. Tudom, hogy hiányoztam, de már minden rendben, itt vagyok. Aha, válaszolta komolyan Blake. Először tárgyakat mozgattunk. Damon semmit sem mondott, egy szó elismerést sem, de engem figyelt szüntelenül. A röptetés valójában csak vásári trükk, közölte Blake a könnyekét behúzva. Na hát, Damon oldalra biccentette a fejét. Most jössz rá? Blake nem is foglalkozott vele. Jó hír, hogy most már akaratlagosan is képes vagy előidézni, de ettől még nem feltétlenül irányított teljesen. Remélem, hogy igen, de nem tudhatjuk. A pokolba is. Blake rendesen haza tudja vágni az ember önbizalmát. De van egy ötletem. Teljesen meg kell bíznod bennem. Ha azt kérem, hogy csinálj meg valamit, nem kérdezgethetsz vissza. Elhallgatott. Damon gyanakodva figyelte. Valami nagyszerűt szeretnék látni. Nagyszerűt. Úgy mozgatom a tárgyakat, hogy hozzájuk sem érek. Ez nálam már eléggé nagyszerű. Másfelül ott volt a tüzes fiaskó is. Megteszem, ami tőlem telik. Ami tőled telik, az nem elég, sóhajtott. Na jó, maradj itt. Azzal eltűnt az előszobában. Démőre pillantottam. Fogalmam sincs, mire készül. Szerintem valami olyasmire, ami nekem nem fog tetszeni. Fintorgott. Mintha Blake olyan sok mindent csinálhatott volna, ami tetszik neki. Nem tudta, vagy nem fogta fel, hogy Blake nem mozdult rám, amióta a vendéglőben megpróbált megölelni. De talán egyszerűen csak utálta és kész. A konyhából kinyíló fiókok zördülését hallottam, evőeszköz csilingelt. Ó, remek, még több tördelhető cserép. Blake megállt a szoba küszöpén, fél kezét a háta mögé tette. Készen állsz? Persze. Elmosolyodott, felemelte a karját. Fém éle csillant, egy kés, és már röppent is felém a hentes késünk egyenesen a mellkasom irányába. A torkomra fagyott a sikoly, rémülten, rettegve felkaptam a kezemet, a kést megállt a levegőben centikre a testemtől, heggyel felém, és ott is maradt, felfüggesztve a semmiben. Tudtam, tapsolt Blake. Értetlenül meredtem rá, amíg összefüggő gondolataim lassan visszatértek a fejembe. Mi a franc volt ez? A következő pillanatban sok minden történt egyszerre. A kés, amelyet már nem tartott meg az összpontosításom ereje, lehullott, és ártalmatlanul a padlónak csapódott. Blake egyre tapsolt, én úgy káromkodtam, hogyha anyu hallja, elsírja magát tőle. Damon pedig, akit Blake tette, szinte megbénított, végre magához tért. Mint egy rakéta, úgy vetődött előre ültéből, és még ugyanabban a pillanatban felvette valódi alakját. Egy szívdobbanással később már a falnak nyomta Blake-et, hogy annak a lába sem érte a földet. A nappali vöröses-fehér fényben úszott. Azta! Suttogtam a nyakamat nyújtogatva. Hé! Tiltakozott Blake, két karjával csépelve a fényt. Állítsd le magad,
Katie nem volt veszélyben. Damon nem válaszolt, legalábbis nem úgy, hogy Blake hallhassa. Én viszont tisztán értettem. Ennyi volt, most megölöm. Megremegtek a falak, rezegtek az ablakok, a lapos tévé imbolygott az állványán. Mindenhonnan porzott a vakolat. Damon fénye felizzott, elnyelte Blake-et, és egy rettenetes pillanatig azt hittem, hogy valóban megölte. Damon, állj! Sikoltottam, és átvetettem magam a dohányzóasztal felett. Hirtelen valami recsent, mint amikor a villámcsapás után kisül a forró, elektromossággal töltött levegő. Damon még mindig Luxen alakjában hátratántorodott, és elengedte Blake-et, aki talpra esett és megbotlott. Damon vészjósló mély hörgést hallatva újra felén fordult, de közéjük álltam. Na jó, mind a ketten nyugodjatok le a fenébe is. Blake végigfuttatta a kezét az ingén, hogy kisimítsa. Én nem csináltam semmit. Egy kurva kést vágtál hozzám, csattantam fel. Nem kellett volna, rögtön hallottam Damon ígéretét válaszul. Ketté töröm. Elég. A fényből egy kar formálódott ki, ujjak simítottak végig az arcomon, sejmes és rövid volt az érintés, Blake alig haláthatta. Aztán Damon visszavette emberi alakját, bár még mindig remegett a visszafojtott dühében. A szeme fehéren és hidegen ragyogott, mint a jégcsapok. Mégis hogy a pokolba képzelted ezt? Katie nem volt veszélyben. Ha egy pillanatig is kételkedtem volna benne, hogy képes rá, nem csináltam volna meg. Damon ökölbe szorított kézzel ellépett mellettem. Még emberként is komoly kár tehetett volna a másikban. Nem tudhattad, hogy képes rá. Nem lehettél 100%-ig biztos. Blake nagy, könyörgő szemmel nézett rám, és a fejét rázta. Katie, esküszöm, hogy nem veszélyeztettelek. Ha úgy gondolom, hogy nem tudod megcsinálni, hagyom az egészet. Damon megint szentségelt. Az útjába léptem. Miféle trükk volt ez? Tudakolta. Árad belőle a forróság. Ami azt illeti, Kiefer Sutherland csinálta az eredeti Buffy filmben. Magyarázta Blake, amikor továbbra is tátott szájjal bámultam rá, folytatta. Pár napja láttam a tévében. Ő dobott kést Buffy felé, az meg elkapta. Az Donald Sutherland volt az apja. Javította ki Damon legnagyobb meglepetésemre. Tök mindegy, vont vállat Blake. De én nem Buffy vagyok, kiáltottam. Blake lassan elmosolyodott. Te tényleg sokkal édesebb vagy, mint Buffy. Ezt nem kellett volna mondania. Damon halkan, torokhangon felmordult. Meg akarsz halni? Mert jó úton haladsz felé, haver. Halál komolyan mondom, nagyon jó úton. Oda tudnálak szegezni ahhoz a falhoz, amíg minden erőd el nem hagy. Azt hiszed, örökre távol tarthatsz magadtól? Nem hinném. Blake dacosan összeszorította az állkapcsát. Rendben, sajnálom. De ha Katie nem tudta volna elkapni a kést, elkapom én, vagy te. Sehol semmi gond. Damon duhe forgószélként növekedett, és nem voltam benne biztos, hogy meg tudnám állítani, ha megint Blake-re veti magát. Szerintem mára ennyi elég volt, szólaltam meg feszülten. De Blake... Komolyan. Úgy gondolom, hogy ideje menned. Néztem rá jelentőség teljesen. Rendben, menned kell. Blake átnézett a vállam felett, és úgy tűnt felfogta, mert bólintott. Oké. Az ajtó felé indult, de még visszaszólt. De azért remek voltál, Katie. Nem is hiszem, hogy tudatában vagy mennyire. Halk morajlás hallatszott, a falak megint megremegtek. Blake vette a lapot, és kihúzta a hátsó felét a bajból. Csak akkor nyugodtam meg valamennyire, amikor meghallottam a furgonya hangját. Vége, jelentette ki Damon. Szó sem lehet több leckéről. Lassan megfordultam. A szeme még mindig ragyogott. Így közelről szinte szép volt. Különös, de elbűvölő. Megölhetett volna Kat.
Ez nekem nem tetszik, és nem is fog tetszeni. Damon nem akart megölni. Megbolondultál? Nézett rám hitetlenkedve. Nem. Fáradt mozdulattal lehajoltam a nagy sorozatgyilkos késért, csak amikor a kezemben tartottam, akkor esett le, hogy felém száguldott, és én megállítottam a levegőben. Nagyot nyeltem, és még mindig szitkozódó Damon felé fordultam. Nem akarom, hogy többet gyakorolj vele. Nem akarlak a közelében látni, pár csavar ki van lazulva a fejében. A dolgok megdermesztése óriási dolog volt. A forrás erejének legmélyebb kiaknázása. Ezt már Blake és Damon is mondta, csak azt nem említették, hogy fegyvernek is alkalmas. Átrendezem az arcát, nem bírom. Damon, suttogtam. Elhinni, hogy megtette. És már ott is állt előttem, szorosan átkarolt, magához húzott. Valami csoda folytán sikerült nem leszúrnom. Krisztusom, Kett, hiszen kárt is tehetett volna benned. Meglepett a közelsége. Azok után, amióta a szendvicset csinálta, nekem elkerült. Nem mozdultam. Éreztem, hogy az egész teste vibrál. A tarkomra csúszó keze finoman remegett. Nézd, nyilvánvalóan képes vagy már valamennyire uralni az erőidet. Segíthetek tovább fejlődni. Mondta, és a fejem búbjára támasztotta az állát. Istenem, olyan jó volt a karjába bújni, hozzásimulni, olyan tökéletes. Ez nem történhet meg még egyszer. Damon, nyögtem folytott hangon a pulóverébe. Mi az? Kicsit hátra húzódott, lenézett rám. Megdermesztettem. Tessék? Megdermesztettem a kést. Kiszabadítottam magam az öleléséből, és meglengettem előtte a pengét. Nem csak úgy egyszerűen megállítottam, hanem megfagyasztottam a levegőben. Lebegett. Ekkor végre megértette. Szentséges. Jézusom, ez elég nagy dolog, nem? Nevettem. Damon bólintott. Ez tényleg az. Magasra csapott bennem az izgalom. Nem hagyhatjuk abba a gyakorlást. Kett. Nem lehet. Nézd, nem szép, hogy kés dobott felém. Nem vagyok tőle boldog, de bevált. Tényleg bevált. Haladunk végre. Mit nem értesz abból, hogy megölhetett volna? Damon elhátrált, ami általában azt jelentette, hogy nagyon-nagyon dühös. Nem akarom, hogy vele gyakorolj, főleg nem úgy, hogy az életedet veszélyezteti. Nem veszélyezteti az életemet. Leszámítva, hogy kigyulladtak az ujjaim és a kés is, de a kockázat megérte. Ha uralmat szerzek a képességeim felett, és tényleg arra használhatom majd, hogy megvédjem Damont és Dee-t, akkor már nem csak egyszerű ember leszek, vagyis egy mutáns ember, aki kis híján leleplezi őket a világ előtt. Nem hagyhatjuk abba, érveltem. Képes leszek rá, hogy irányítsam a forrást, mint te vagy Dee, és akkor segíthetek. Segíthetsz? Miben? Damon rám merett, aztán nevetni kezdett. Segítenél az arumok ellen? A rendben, ennyire előre nem gondolkodtam, de most, hogy kimondta, miért is ne? Blake szerint lehetséges, hogy még Damonnél is erősebb leszek. Karba tettem a kezemet, a késsel a karomat paskolgattam. Miért? Mi van, ha azt akarom? Damon újra felnevetett. Nagyon szívesen felrúgtam volna. Cica, nem fogsz velem harcolni az arumok ellen. De miért? Ha uralom a forrást, és tudnék is segíteni, miért ne? Képes volnék rá. Hát szerintem elég komoly okai vannak, kiáltott vissza, én már nem jó kedvében. Először is ember vagy. Nem igazán. Rendben, mutáns vagy, de akkor is ember, és sokkal gyengébb és sérülékenyebb, mint egy Luxen. Lassan kifújtam a levegőt. Fogalmat sincs, mennyire leszek gyenge vagy sérülékeny, mire befejeződik a képzésem. Mindegy. Másodszor nem szállhat szembe az arumokkal. Soha.
Démon, nem fog megtörténni, amíg élek. Megértetted? Az sem érdekel, ha a bolygó forgását meg tudod állítani, nem vadászol arumokra. Igyekeztem visszafogni a dühömet, a seggfej módjára viselkedő Démonnél csak azt utáltam jobban, amikor éppen meg akartam mondani, mit csinálhatok. Nem vagyok a tulajdonod, Démon. Ez nem tulajdon kérdése, te őrült. Őrült? Bámultam rá. Én nem mondanék ilyesmiket, amíg itt a kés a kezemben. Harmadszor, folytatta figyelmen kívül hagyva a fenyegetésemet. Valami nagyon nincsen rendbe Blake körül. Nem mondd, hogy nem látod, vagy nem érzed. Jaj, ne már. Semmit sem tudsz róla, csak azt, hogy szörfözik és blogol. Nagy ügy. Ezek nem elégséges okok. Azért, mert nem akarlak veszélyben tudni. Ez már elég? Ez már elég neked a rohadt életbe is? Süvöltötte. Összerezzentem. Démon félrenézett, mély lélegzetet vett. Egészen eddig nem jöttem rá, hogy ez lehet a háttérben. Teljesen elolvadtam. A mérgem egy pillanat alatt elpárolgott. Démon, nem állíthatsz meg csak azért, hogy megvédj. Meg kell, hogy védjelek, válaszolta, és újra rám nézett. Ettől a szótól, hogy kell, elakadt a lélegzetem. Démon, ez nagyon szép, igazán, de nem a te dolgod, hogy engem megvédj. Nem vagyok díj, nem vagy értem felelős. De még mennyire nem vagy díj, csak hogy ettől még felelős vagyok, érted? Én kevertelek bele ebbe az egészbe, és nem keverlek bele még jobban. Zúgott a fejem. Minden indok, amit felhozott arra vonatkozóan, hogy miért fejezzem be a gyakorlást Blake-kel helytálló volt, és mégis helytelen. Muszáj bebizonyítanom neki, hogy nem jelentek terhet. Nem kell állandóan vigyázni rám. Ha ezt gondolja, és folyton veszélynek teszi ki magát miattam, azaz ő vagy díj életébe kerülhet. Nem hagyom abba, jelentettem ki. Démon hitetlenkedve nézett rám. Számít az egyáltalán, hogy nem akarlak ilyesfajta veszélyben látni? Hogy nem fogok abban az idiótaságban segítkezni, hogy te szembeszállj az arumokkal? Ez fájt, összerezzentem. Idiótaságnak tartod, hogy segíteni akarok neked és a tieidnek? Összeszorította a fogait. Igen, annak. Démon, suttogtam. Értem, hogy törődsz. Nem érted? Ez a baj. Vágta oda, és mintha a következő lélegzetvételével mindent visszavont volna, még a szobából is eltűnt a levegő. Én ebben nem veszek részt. Komolyan mondom, Kéti. Ha neked ez kell, hát legyen. Nem hagyom, hogy minden áldott nap ez lebegjen a fejem felett, mint Dawsonnal. Nem követek el még egy olyan hibát, hogy eltűröm. Levegőért kaptam. A bűntudat, amit Démon cipelt, oktalanul, hiszen nem ő tehetett a történtekről, nekem fájt. Démon, mi legyen, Kéti? Kérdezte egyenesen a szemembe nézve. Válaszolj, most. Nem tudom, mit mondhatnék. Leheltem. A könnyek égették a szememet, hát nem látja. Ha végigcsinálom, esélyt kapok arra, hogy ne váljunk olyanná, mint Bethany és Dawson, hogy megvédjem magamat és őt, mert meg lehet, hogy egy nap szüksége lesz rá. Démon úgy lépett hátra, mintha megütöttem volna. Ez rossz válasz volt. Mondta fagyos pillantással, az arca megdermett. Árad belőle a hideg, csontig átjárt. Még sosem láttam ennyire érzéketlennek. Én végeztem.